Kezdjük mindjárt azzal, hogy a gyerek élete tele van konfliktusokkal. Ez is törvényszerű. Emlékszel, mondtuk, hogy a gyerekkel nehéz, hiszen nehezen tudja kifejezni a gondolatait, nincsen felettesénye, néha olyat szól, amit onnan kezdődik, hogy összecsinálja magát, de hát egészen nagy koráig úgy, szerintem olyan 80-90 éves koráig azért az ember gyereke csinál, mond, tesz, gondol hülyeségeket. Minél kisebb a gyerek, annál inkább azt gondolhatja, hogy ezek a cselekedetei, vétkei, ezek kihatnak az ő veszteségére, hogy tehát ő nagyban hozzájárult ahhoz, a veszteséghez, ami őt érte. Őt és nyilván mindazokat, akik szeretik őt, tehát valamilyen szerettének a veszteség. Ezt most még azért nem definiálom, mert szeretném, hogyha működnél ebben a gondolatrendszerben. És ezért használom a veszteség kifejezést. Tehát az a logikája, hogy a gyerek azért sokszor helyreigazítatik, mert olyasmit tett, olyat művelt, ami ellentétes a szokásokkal, normákkal, nyelvi kóddal, és így tovább. És ezek hát megmaradnak benne, noha persze úgy tűnik, hogy nagyon hamar elfelejti, de hogyha van egy ilyen veszteségesemény, amire keresi a magyarázatot, akkor elkezdi végig szkennelni az elmúlt időt, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Biztos vesztettél már el dolgot, mondjuk egy telefont ott hagytál valahol, vagy egy pénztárcát, vagy hát valamit, és akkor te is rájössz, hogy szinte lépésről lépésre vissza tudsz menni azon az úton, ahol elveszthetted, csak hát nem szoktál, hát fölösleges, hát tele lenne az agyunk visszafelé utakkal, hogyha ezt mind megtennénk, de igen, lehet, és még arra is emlékszel, hogy ott milyen apróság volt, ott kinek mit szóltál, na most ez megy végbe, persze mindannyiunkban a veszteség megélésekor, de a gyerek ráadásul ezzel aztán főleg nem tud mit kezdeni, és valószínű, hogy ki se fogja mondani, hanem elkezdi, mint a saját titkát, mint a saját kis bűnét ezt átélni. És hát ebben elsősorban, bármilyen furcsa, ebben kell neki segíteni.